Kedves nézőinket! Kérem, tekintsék meg az elmúlt hetek eseményeiről készült összefoglaló adásunkat. Október 13-án Balatonfeldváron tartották a Bólyai Matematika csapatverseny megyei fordulóját, ahol nagyon szép eredmények születtek. A 6. osztályos csapat 5., a 7. osztályos 2., a 8. osztály 5. helyen végeztek. Szintén pénteken tartottunk pályaválasztási napot, ahol a felső tagozatosok egy hotelben lévő munkákról hallhattak tájékoztatót, majd a Gamesz telepen ismerkedtek szakmákkal. Az alsó tagozat eközben az iskolában játékosan találkozott különböző munkakörökkel. Nem biztos, hogy tanárok, mert van a köztük, aki lehet, hogy tanár vagy pedagógus végzettségű, de a többség nem. Azt szeretném kérni, hogy mindenki olvassa fel a versikéjét, hogy ráismerünk-e, hogy kiről is szólt ez a verset, és kik azok, akik nálunk az iskolában dolgoznak. Jó hangosan kérem ezt a verset. Ez az ember mit csinál? A vödrével készen áll, seprőjét hal engedi, a kúkhálókat kergeti. Felmos, lemos, sepregeten, takarítő elegeten. Hogy dolgozik, nézd oda, tiszta lesz az iskola. Ki ez, akiről szól? És ők mit csinálnak az iskolában? Ők takarítanak. Nagyszerű, kérjük a Zoltát. Ez az ember mit csinál? Fúr, farag, meg létrán áll. Füvet ír és sepreget, télen csinál meleget. A műhelyen rejteket, mennyi kincsel van tele. Kalapácsok, szerszámok, mindent rendben találok. Ki lehet ez? Ez az ember mit csinál? Minden percben készen áll, hozzá gyakran beszélünk, tőle mindent elkérünk. Krétát ad, meg kulcsokat, bátran felhív másokat, fénymásod meglevelez, papírokat elemez. Papírokat elemez? Ki lehet? Élelmeztető.
Október 20-án az iskolában, 23-án a Városi Kultúrházban emlékeztünk meg az 56-os forradalom hőseiről a 7. osztály műsorával. A teljes műsor az iskola videó megosztó csatornáján a Suli TV adásai közt megtekinthető. Most tekintsenek meg egy részletet a műsorukból. Kommunisták,
Október 25-én a Balatonszabadi fürdőtelep szomszédságában rendezték meg a körzeti mezei futóverseny őszi fordulóját. Iskolánk 15 diákkal képviseltette magát. Az elsősök versenyében elhoztuk az aranyérmeket. Tóth Kristóf és Benkő Csenge mindenkit megelőzve ért célba. A második korcsoportos lányoknál Bölcsik Rozi hozott egy ezüstérmet. Az 5.-6. lánycsapatunk Pinter Jászmin vezetésével bronzérmet szerzett. Megkezdődtek a nyílt tanítási napok a középiskolákban. Az idén 24 tovább tanuló diákunk választ magának középiskolát. November 8-án figurát, ezen és műsorát tekintették meg az alsó tagozatosok. Mint mindig, most is vidám hangulatot varázsolt a közreműködők segítségével. Ajánljuk figyelmükbe iskolánk honlapját, ahol sok közérdekű információ áll rendelkezésre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a jövő havi viszontlátásra! Kész!